A Mi Hazánk mozgalom az egyetlen párt, amelyik az első pillanattól kezdve ellenzi a Covid diktatúrát és szembe megy vele. Ellenzik az oltások kötelező vététét, a gyerekek oltását, és nem támogatnak semmiféle lezárást. Így kezdtem a tartott sajtótájékoztatóját a Mi Hazánk mozgalom országgyűlési képviselőjelöltje, Barta Barna. Az első időktől kezdve támogattuk a pedagógusok sztrájkját. A pedagógusok sztrájkját sajnos sok pedagógus megpróbálta valamilyen megfelelési kényszer hatására kihagyni. Én azt javasolnám, hogy mindenki fogjon össze, és ne hagyják magukat sem zsarolni, sem megfélemlíteni, mert akkor tudnak igazán eredményeket elérni, hogyha összefognak, és mindnyájan kiállnak saját érdekeik mentén. Barta Barna sajtótájékoztatóján arról is beszélt, a vasárnapi szélvihar a katolikus templom tetejét is megrongálta. Hasonló időjárásra, illetve csapadékra pedig bármikor számítani lehet. Szeretnénk megkérni a helyi képviselőket, a választókerület képviselőjét, keresztény emberek, hogy minél korábban hassanak oda, hogy befejezzék, elkezdjék és befejezzék ennek a tetőnek a javítását, elkerül-e különböző súlyosabb károk bekövetkeztét. Barta Barna az országos politikát érintve arról is beszélt, a kormány szándékaival ellentétben ők elutasítják a külföldi katonák magyarországi jelenlétének lehetőségét, sőt kezdeményezik a külföldön szolgáló magyar katonák hazahívását. Barta Barna beszélt a párt virradat elnevezésű programjáról is. Ez egy 100 oldalas programfüzet, ami nem csupán választási program, hanem egy ciklusokon átívelő munkaterv, amit vasárnap egy országos rendezvényen mutatott be a párt országos elnöke. Elérhető az interneten, le is tölthető. Barta Barna úgy fogalmazott, ők az egyetlen párt, amely egy vállalható, számon kérhető, elérhető programmal rendelkezik.